Üdvözlök mindenkit, itt Márt 01, és a mai videóban még egy ilyen kibontós, unboxingos szerűséget fog csinálni. Ezúttal nem doboz lesz, hanem Star Wars-os kártyák, amiket a boltba adnak gyűjteni. Szóval, ja, kaptam azt hiszem kb. Több mint 60-at, vagy fene tudja. És hát, így néz ki egy közlebbről. Szóval, kibontjuk mindent, és megnézzük, két kaptunk. Miért ne? Ki tudom nyitni még ma. Na, open. Open. Open, megvan. Na. Szóval, kaptunk először egy R2-t. És egy Phasma kapitány című kártyát. Megyünk tovább. Mert igazából csak az átud ismerem. Phasma kapitány, nem emlékszem, hogy ki a fasz az. Ilyet meg kommentbe, ha ti tudjátok, mert nekem fogalmam se nincsen. Na szóval a következő. Egy Poe Dameron. Dameron, ahogy tetszik. És egy D.O. vagy D.O. ahogy tetszik, droid. Tovább. Ja, érdekes egy videó lesz, tehát na, érdekesek, hogy miket kapunk. Szóval, amit egyébként akarok, az egy különleges kártya Darth Vader-re, vagy Luke-kal, nekem mindegy. Kaptunk valami csillag körüli hajót, ez a Naboo körüli volt, nem tudom pontosan, mert németül van ráírva. És egy Grievous tábornokot kaptunk. Ő már megvan. Amúgy. Mert nem, ez, nem most kaptam először ezeket a kártyákat. Szóval utána kaptunk egy X-harcost gépet. X-harci gépet. És egy galaktikus egész sereget. Hogy mondják őket? Minek hívják őket? Még egyszer. Birodalmiak, bocsánat. Birodalmiakat kaptam. Tehát ide az élen. Aztán, látom, hogy még egy, ja, nem. Ez itt egy Yoda. Yoda mester a klónokkal a háttérbe. A rohadt árulók. Ez kurva jó. Egy Darth Vader. Ez beszarás. Ezt megtartjuk mindenképp. Tovább. Igen, a galaktikus társadalom, republikum, ahogy tetszik, ti döntitek el. És egy, mit tudom én, járódról, katona, faszom tudja, be van öltözve téli ruhában, ennyi számít. Ennyi számít. Aztán kapunk egy C-priót és egy R2-t. És még egy Poe. Nem a Kung Fu bandás Poe, hanem ez a Poe. Egy kis poén mindig kell a videóba. Szóval tovább. Még egy gép, ezt már mutattam. Még egy különleges kártya, BP-8. Akkor ha meg fogok venni, fogok egy BP-8-et Amazonon, de mi nem biztos. Akinek van, az mondja meg, hogy milyen. Opa, kurva anyád. Tudni élik, hogy az én unboxingos videómban mindig minden leesik. Szóval itt van még egy Darth Vader, ez nem a különleges hágyzat, ez csak ilyen sima színes. És még egy Poe, azt már mutattam. Nézd oda. Kártyahegyek. Te jóságos úristen. Sok szemetet, öcsém. Amit ki fog, ki kell dobnom ezután. Na, kérem már. Aztán a klónok. És azt hiszem valami űrhajó szintén.
Már szerintem Boba Fett hajó, de nem az övé. Ma akarok még hülyeséget mondani inkább. Ezért nem mondtam semmit. Következő. Egy Leia. Először is egy Leia. Utána pedig egy Jenna, vagy Jenna, nem tudom. Ő is lesz, tudom, hogy kicsoda. Nem nézem, mert nem volt a filmben, vagy faszom tud. Kitalált karakter, akiről senki sem emlékszik. Kylo Ren. Jó. És még egy pó, az nem kell. Nem! Öcsém, aztán még egy pólt mutattam, és még egy Leia. Tal ezüstbe vonva. Aztán tovább. Nézd oda. Nézd oda. Nem tudom ki mondani. Na. Nézd. Öcsém. Ne állj ellen! Na azért. Ki vagy, ha szart adsz, akkor állj ellen. Ezer éves sólyom. És még egy BB-8. Ezután nem a ezüst háttérből, hanem csak simán. Aztán még egy birodalmiak, és megint ez a Naboo-i hajó, ami nem köl. Ajajajajaj, hol van Luke? Fejvadászok, ez is kurva jól néz ki. És egy Finn. Ról lesz, azt hittem, hogy Jedi lesz. Az igaz, meg valaha, de kérdő mégsem. Szóval... Rayből lett a Jedi, és ha minden igaz, akkor most állítólag Kylo Ren maga mellé állítja, ha minden igaz. Darth Vader és R2. Arra kíváncsi leszek, hogy vajon tényleg a sötétre fog állni, vagy sem. Az érdekes. Az érdekes lesz. R2 és BB-8. Milyen csodak, egy besés, vagy két dolog, egy csomagba. Egy csomagba. Aztán... Még egy Leia. És egy sima birodalmi, pasas. Aztán... Hux admirális. És... Padmé. Na rá nem számítottam, hogy ő benne lesz. Padméra nem. Annak is benne lesz. Az előző kártya rajta volt, amivel Obi-Wan van és a klónok. Majd meglátjuk. Kapnék egy sötét oldalas speciális kártyás Luke-ot, azt megtartanám biztos. Vagy Anakinost, azt megtartanám. Még egy birodalmi. Egy Yoda. Még egy Kylo és klónok. Lassan a végén érünk, már csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kártya maradt. 7 kártya csomag. A kurva anyád. Valamik úgy össze van zárva, hogy az hihetetlen. Hihetetlen. C-3PO speciális kártya mehet a kukába. Rey
Nem fogom kidobni. Az én speciális kártyát megtartom. Az összes többi mehet a faszomba. Szemétbe. Magyarul. Aztán. Obi-Wan. Ennek örülök. Még ha nem speciális, akkor is. És egy Zorri. Úgy néz ki, mint valami jövőbeli Flash. Fasom tökig az. Aztán kaptunk egy... Egy Boba Fett. És egy R2, megint. Azt nem mutatom megint, mert azt már láttadok 500-szor. R2. És a Boba Fett. Egy is megtartom. Boba Fett rajongó vagyok. Még egy oda. Mögött a klónokkal az anyák picsája. Már ez is, leesett az is. És egy Finn. Úgyhogy kimondtam egy gyógyszert. Óvatosan. BP-8 és Grievous tábornok. Megint. Még egy BP-8 és egy maszkos Kylo Ren. Megtartjuk azt is. Utolsó három. Még egy Jana és egy Anakin gyerekkorába. Utolsó kettő. Ki tudom mondani. Még egy Zori és egy Obi-Wan. Utolsó könyörök, legyen jó, legyen jó, legyen jó, könyörök valami, jó legyen, így könyörök, kérlek szépen, legyen jó. Már most előre félek. Még egy Hux tábornok és egy Yoda. Hát jó van, akkor srácok, ennyi lesz ez a videó. Remélem, hogy sok Star Wars anyagónak tetszett, hiszen most megint a Star Wars szezon van. Mondjuk úgy, hogy nem is kajna az új film. És ez miatt itt a boltban árulják ezeket a kártyákat, amit lehet gyűjteni. És minden egyes bevásárlásnál 1000 euró fölött, vagyis 1000 forint fölött, ami nem tudom már baszom, nem érdekel, nem váltok inkább semmit, mert matekban nem vagyok jó. Mondjuk, elmondom, hogy 10 euró fölött, 10 euró fölötti vásárlásnál, valaki tudja, hogy ez mennyi, akkor jó, hanem nem érdekel. Nézzétek, Google-ra azt nézzétek meg. Igen, 10 euró fölött vásárlásnál 10 euró fölött jár az egy ilyen. És nekem azért volt ilyen sok most, mert 200 euróra vásároltam. Szóval, ja. Pillanat, megnézem, mik vannak még. Mert a múltkorról még maradt egy pár. Maradt egy boom. Egy TIE, vagy TTI vadász. Ez ami a Dark Vader is használt, egy BP-8. És ami hajó szintén. És a tegnap előtti bevásárlásomnál pedig itt van volt valahol, pillanat. Ja. Volt egy Yodám, egy Réjem, egy Grievous tábornokom, természetesen, bocs, fordítva. És még ez, szintén ez az ismeretlen hajó, akire senki sem emlékszik szintén. Na jó. Szóval ennyi volt a videó mára, csak azért pár kártyát kinyitottam és pofáztam, ez 15 perc, 15 perces videó. Hát jól belefér, belefér, muszáj, ilyesmi is kell a YouTube-ra, hiszen gyerekbarát tartalom is kell. Szóval
Remélem, hogy mindenkinek tetszett, hogyha nem, az nem az én bajom. Hogyha igen, akkor örülök mindenkinek, aki megnézte és nyomott egy lájkot, feliratkozott, stb. Stb. Ne felejtsük el megnézni az új Star Wars filmet, mert én mindenképp meg fogom nézni, már a jegyeim is előre lefoglaltam, szóval moziba, szóval találkozunk a következő videóban, addig is az előre legyen veletek, viszlát!